Mostantól ez a dallam is felkerült az órajáték zenéi közé. 10 évvel ezelőtt több vállalkozó alapítvány és a város közös munkájaként valósult meg ez a belvárosi látványosság. Az órajáték épületében 2009-ben nyílt meg Kovács Jenő gyűjteményéből az az óramúzeum is, melyben több mint 250 időmérő látható. Az elmúlt évtizedben a különleges alkotás Fehérvár egyik legmeghatározóbb turisztikai látványosságává vált. Sokszor busznyi emberek jönnek ide, akik Fehérvárra érkeznek, szinte mindenkinek ide vezet az útja. Hát nagy öröm számomra, hogy ilyen sikert aratott az órajáték. Én úgy érzem, hogy művésztársaimmal eltaláltuk, és egy olyan alkotást hoztunk létre, ami a városunknak egy nagyon jó nevezetessége. A 10 éves évforduló alkalmából rendezett köszöntő ünnepségen a résztvevők tapssal fogadták a felcsendülő dallamokat. Székesfehérvár polgármestere is méltatta a város büszkeségét, Cserpakovics András a legújabb tervekről is beszélt az órajáték jubileuma kapcsán. Elmondta, hogy nemrégiben Kovács Jenő órásmester egy szökőkút kialakításának ötletét vetette fel a városban. Ennek megvalósításához együttműködést ajánlott a polgármester. Biztos, hogy közösen tudunk találni egy olyan helyet, ahova az ő elképzelése is meg tudnak valósulni, és ami megint alkalmas lesz arra, hogy egy új, szerethető, kedves helye jöjjön létre Székesfehérvárnak, amihez megint emberi történetek fognak kapcsolódni. Az ünnepséget követő rövid bejáráson felvetődött az ötlet, hogy a szökőkút legmegfelelőbb helye az órajátéktól nem messze, a Pelikán udvar környékén lenne. Avatását pedig 2013-ban tervezik.